Fontos csatának nevezte a Fidesz a tegnapi török unió csúcsot. Rogán Antal szerint azonban a kötelező betelepítési kvóta veszélye továbbra is fennáll. A Jobbik a román határra is kerítést szeretne, az MSZP viszont úgy látja, egyedül nem lehet megállítani a menekült hullámot. De az LMP-nél is azt mondják, hogy a probléma már a kerítésen belül van. Felszólalásra jelentkezett. Napi rendelőt értékelte a hétvégi EU-török csúcsot Rogán Antal. A kabinetirodát vezető miniszter szerint hiába a megállapodás, a Juncker-féle kötelező betelepítés továbbra is él. Rogán Antal azt mondta, hogy a kormány továbbra is támadni fogja ezt, mert nem akarják, hogy 15 ezer menekült és azok családja Magyarországra jöjjön. Magyarország kormánya továbbra is folytatja a kvóta elleni küzdelmet. December 14-éig az igazságügyminiszter erről tájékoztatta a kormányt, meg fogjuk támadni a kötelező betelepítési kvótát az Európai Bíróságon. Az MSZP is örült a török sikernek, nem támogatják az automatikus felosztást, de Tóth Bertalan azt mondta, hogy az egyes országok egyedül nem képesek megállítani a menekült hullámot. És erre van szükség, közös határrendészetre, határvédelemre, közös menekültügyi eljárásra. A Jobbik ennek szöges ellentétét javasolja. Gyöngyösi Márton szerint az EU képtelen megvédeni a határait, ezért úgy látja, az egyes országoknak saját kezükbe kell venni a probléma kezelését. Hozzá kellene kezdeni a magyar-román határon is a határzár létesítéséhez, ugyanis most azokon a területeken érkezik hazánk és Európa irányába a migráció. A probléma már kerítésen belül van, tehát nem a kerítés és nem a kvóta ma már az igazi kérdés. Az a kérdés, hogy az Európai Unió képes-e megkülönböztetni menekülteket, gazdasági bevándorlókat és terrorcselekményekre készülő személyeket. Schiffer András szerint addig nem lesz béke, amíg Szíria a nagyhatalmak játszótere, és amíg a fegyvercégek óriási profitra tesznek szert a szíriai helyzet miatt.